Miskolc bekerült Európa legkevésbé biztonságos városai közé. Az Európai Bizottság készített egy felmérést a különböző településeken élőknek a véleményét meghallgatva, és ennek során Miskolc bizony sajnos Nápollyal, Marseille-jel került egy kategóriába. Azt kell mondanom, hogy 14 év vagyok Miskolcon önkormányzati képviselő, azaz a 14 év alatt folyamatosan hívtam fel arra a figyelmet, hogy Miskolcon a közbiztonság tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy egyre rosszabb, és vannak a városnak olyan területei, amelyek különösen egyre inkább érhetetlenné válnak. Azt is el kell mondanunk, és nem szabad elhallgatni, hogy történtek kísérletek arra, hogy javítsunk ezen a helyzeten, akár az előző városvezetés idején, akár a mostani idején, gondolhatunk akár a városőrségnek a létrehozására, vagy gondolhatunk akár a térfigyelő kameráknak a kihelyezésére. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a jelenlegi balliberális városvezetés alatt szűnt meg például a lovas mezőőrség, amely ellen egyébként kifejezetten tiltakoztam. Ugyanakkor azonban azt gondolom, hogy ez csak tüneti kezelés, a problémát nem oldja meg. A mi hazánk véleménye egyértelmű, a problémát azt fogja megoldani, hogyha törvényes eszközökkel elkezdjük felszámolni a no-go zónákat. Tehát azt is el kell mondani, hogy akár fideszes KDNP-s városvezetés volt, akár a jelenlegi balliberális városvezetés van, a rendőrségi beszámolót évről évre Miskolc város testülete elfogadta. Én voltam az egyetlen olyan képviselő Miskolcon, hogy konzekvensen az elmúlt 14 évben nem szavazta meg a város közbiztonsági beszámolóját, és azért tartom hibának ennek a közbiztonsági beszámolónak az elfogadását, mert ha a város testülete nem fogadta volna el, akkor azzal lehetett volna egy erős jelzést küldeni a belügyminiszternek, Pintér Sándornak, hogy bizony Miskolcon nem jó a közbiztonság, több rendőrre van szükség, jogszabályi változtatásokra, törvényi szigorításokra van szükség, vagy akár a gyermekvédelem teljes reformjára van szükség. Azonban azzal, hogy a város elfogadta, azzal tulajdonképpen elfogadta ezt a romló közbiztonságot is. Sajnos nem csak romló közbiztonságról kell beszélnünk, hanem azért vannak olyan városrészek, ahol egy élet munkája megy tönkre, az ingatlanok értéke folyamatosan csökken. Sajnos nagyon sok miskolci ismeri azt a folyamatot, amikor egy-egy területre betudozik néhány olyan család, amelyik nem képes betartani a közösség együttélés szabályait, és ezt követően megjelenik a hangoskodás, a kóborkutyák, az utcai szemét, a kiabálás, a könnyű drogok, és ilyenkor nagyon sokszor előfordulnak fenyegetések is, hiszen a tisztességes állampolgár, hogyha megpróbálja számon kérni ezeket a reménytelen elemeket, akkor bizony nagyon sokszor fenyegetik. És sajnos a tisztességes állampolgárok beszorulnak ezekre a területekre, hiszen el sem tudnak költözni, hiszen az ingatlanjuk értéke folyamatosan csökken, és bizony nem tudják annyiért eladni, hogy akár a város más részein, jobb részein, vagy akár a megye más részein, vagy az ország más részein tudjanak maguknak ingatlant vásárolni. És hogy ne csak Jukóvölgyet említsük, ott van például a torontáli Tátra utca, az ott élőket is meg kell kérni, hogy ugyanilyen helyzetbe sodródtak. Még egyszer mondom, a mi hazánk mozgalom véleménye egyértelmű, a no-go zónákat törvényes eszközökkel fel kell számolni. Ez azt jelenti, hogy azokat a városrészeket, amelyeken most nagyon sokszor törvényen kívüli állapotok uralkodnak, ott bizony a hatóság eszközeivel kell sokkal komolyabban fellépni, nyilván törvényi szigorításokra is szükség van. És nyilván ebben önkormányzati feladat is van, és természetesen kormányzati feladat is, tehát ez egy összetett kérdés, de azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell elmenni, mert ha nem, akkor bizony sajnos a helyzet Miskolcon nem fog javulni.